Sérült Tiszalucz közelébe egy az országúton egy kanyarba felborult, ennyi történt vele, és kisebb szúzódások, komissziók, egyéb sérüléseket vértünk fel, féltek felfedezni az orvos és az ápoló. Most már itt komolyabban kivizsgálják. Komóciós, hol megébredt, hol ilyen aluszékony. Eleinte a hátánál is ez a fájdalmat a gerincénél ütögetésre, de ő ült a földön, tehát a motorja mellett ült. Mozg minden végtagja, érzi zavart, nem jelzett. Végül is, ami a lényeg, a koponya. Ide, Manula? Hogy hívják? Hol lakik? Köszönöm, két orvos maradt. Egy műtős fiú az kevés. Egy műtős fiúval indulunk, mert összességében kevés műtős fiú van. De ha kell, akkor kérünk, és ha tudunk, akkor adunk. Tehát nem, egyelőre nem lehet kettő műtős fiú, mert a műtős fiúnak a száma nem növekedett. A bőrekerék is erre. Az rendben van, kevesen. Itt így áll végig. ARH pozitív. ARH pozitív. Itt van a vázló tetején az első oldalon. Pecsét alatt. Tehát erre egy tibia támasztó lemez kéne, egy LCP-lemez, meg a külbokáját is meg kéne ugye operálni. Készüljünk már rá. Beteg alkalmas lesz rá? Beszélek vele. Beszéljél vele. Jó, és akkor ez a csukló hol van? Melyik volt a csukló? Mert az 5-2-esen fekszik, dupla csukló. Tudom, 5-2-esen. 39-es születésű, 4 napig feküdt egyedül otthon, szomszédok törték rá az ajtót. Ennek megfelelő állapotban és szaggal, vagy rendőrség hozták be. Jobb oldalon, a tomportájon, hát körülbelül 2 tenyérnyi, 1,5 tenyérnyi, rendkívül bűzös dekubitus, sose lehetett nyúlt lejárni. Ennek kilóg a lemez meg a csavar. Olyan a hasa, mint a, vagy a combja, mint az én hasam. Hálizületed, azzal nem foglalkozunk, mert hát mindig a belintenzívre kerül, mert neki van egy ilyen stressz, vagy nem tudom milyen özofágusz vérzése. Májszakadása, tudjon róla, érti? Ez valószínűleg, és minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy gyógyszerrel megoldjuk, hogy ne érezzen ez a máj, ez a kiserpedés. Megyei traumatológiai osztályik részlegén az úgynevezett posztoperatív őrzőben vagyunk, ahol a súlyosabb sérültek fekszenek, illetve azokat kezeljük. Itt szemben velünk látható egy fiatal ember, aki több mint 6000 sérült már, egy súlyos koponyasérüléssel és végtagsérüléssel járó állapotában, még kómában volt hosszú ideig, jelenleg a kómából már jön úgynevezett felfelé, tehát ezt szoktuk mondani. Pillanatnyilag már úgy néz ki, hogy egy utókezelésre vár, egy ideiggyógyász, egy neurorehabilitációs, ez a pontos kifejezés, kezelésre vár a fiatalember. Nagyon szépen alakultak a dolgai, de van itt föld által betemetett ember, aki árakásás közben borult rá a föld, akkor magasból esett, akinek többszörös nyílt lábszártörése van, szomcsontöréssel,
mellkassérült, van akinek hát tüdőt is érintő sérülése keletkezett szúrsérülés által. Cseréltük le a régi cserepet új cserépre, feszítettem le a tartóvasat, azt kibillentem a tetejéről 5 méter magasról. Elveszettem az eszméletem, hogy helikopterra jöttem be, hoztak be. Két csuklom tört el. Mink is csináltuk a kultúrháznak a belsejét, újítottuk fel, és volt ilyen 4 méteres gurulóvállvány. Ugye húzgáltuk ott egymást rajta, hogy kapartuk a palac, azt elgyűlt velem, nem tudtak megfogni a kollégák. Könyököm, a csukló, fogam kibergett. A csuklómat műtötték, ott tettek be helikopterre. Jelenleg a mellettem lévő betegnek a felvételén dolgozunk, hajnalban esett el, akkor hozta be a mentő. A röntgenek igazoltak nála egy baloldali csípő alatti combcsonttörést. Most vesszük fel, levetük a labrokat, készítjük műtétre, a nap folyamán meg lesz csinálva. Elestem, és a csípőbe eltört. Most hozta be nemrégét. Honnan hoztál be? Hasonlócár. És ment az utcán, vagy hogy sikerült ő? Biciklivel. Több mérok lábra áll, de a csípőban leszakad. Csípőban eltörve. A felvételi dokumentációjával kész adjunk a betegnek, hamarosan viszik fel az osztályra. Ott gyakorlatilag egy speciális ágyon fogják elhelyezni. Megvárjuk a laborvizsgálati eredményeket, és attól függően vagy mai nap, vagy holnapi nap sor kerül a műtétre. M3-asról jöttem le az M30-ra, jövök Miskolcra. Lökött egyet rajtam a szél, mert iszonyú széllökések vannak, és azonnal neki a szalagkorlátnak. Körülbelül egy ilyen 50-es tempóval. Ilyen 10 méteren belül meg is álltam a motorra, úgyhogy letámasztottam a szalagkorlátra a motort. Aztán jöttek, körülbelül a 30. ember állt meg nekem, hogy egyáltalán tud-e valamit segíteni. Utána jött egy rendőr, körülbelül 10 perccel, utána hívták a mentőket, most meg ismerősök intézik itt Miskolcon a motornak az elszállítását. Úgyhogy majd utána jönnek be meglátogatni. Motorral sérült, jobb beütötte a térdét, szívtunk le neki a térdéből 65 ml vért. Most elküldjük ki Bakatú vizsgálatokra, hogy megnézzük, hogy mi sérült benne, és aztán majd eldöntjük, hogy kell ezzel a térdel még operatív tevékenységet végezni. Hány inger, fejfájás, kettős látás nincsen. Így, hogy fekszek, nem szédül, csak úgy érzem, hogy itt a tarkom azért kicsit sajog. Leestem a lóról, anyukám rögtön szólt a mentőnek, hogy hozzanak be, hogy így sajog nagyon a tarkom. Nem, fejemet azt nagyon beütöttem, sehol máshol. És mi van ezzel a lóval? Hát az otthon maradt, az jól van neki, semmi baja. Próbálj meg orron lélegezni, tudom kényelmetlen, de egyelőre maradni akar, jó? Nyaka az fájta akkor? Igen, még most is érzem, hogy egy kicsit most is érzékeny még valami. Oké. Fel tudott-e akkor kelni utána? A lábamon ment ebbe, igen, a házba. Jó, rendben. Tehát eszméletvesztés nem volt? Nem. Jó. Most hogy érzi magát ahhoz képest, hát ahogy? Hát süpad a fejem. Aha, jó. Kezén, lábán zsibbadás nincsen. Tulajdonképpen a nyakán meg a fején kívül valahol fájja még. Mm-mm. Tehát nem is ütötte meg egyáltalán ezt a területet. Nem, sajnos pont fejre estem. Jó, oké. Okay. Közérzet most milyen? Hát jól vagyok, csak azt, hogy nagyon zsibbad azért itt hátul a tarkom. Hát az átterület. Még a röntgen leletet várnánk majd, azt remélem hamarosan meg lesz, aztán akkor részben aznak alapján fogjuk eldönteni, hogy marad-e vagy nem. A
a röntgen leletünk a leányzóról, hál' Istennek nincsen törése, gyakorlatilag egy koponya és egy nyakigerinc zúzódása, rándulása van. Tulajdonképpen itt tartanánk azért, mert volt egy hányása, hányingerek és vegetatív tünetei vannak egy pár napos megfigyelése. Egy idős nőbetegnél egy tompartályi törést operáltunk, speciális úgynevezett TFN-nál, proximális femur nágel, proximális femur szeggel, amelynek ötvözete egy speciális titán ötvözet. Lényeg az, hogy mozgásstabil, terhelésstabil szintézist végezzünk, és lehetőleg, mivel ez a titán biokompatibilis, nem kell eltávolítani a későbbiekben. Egy műtét. Holnaptól gyakorlatilag mozgásképes a paciens, korától függetlenül, törésétől függetlenül. Jelen oszteoszintézist kevés helyen használják, illetve alkalmazzák az országban. Osztályunk ugye AO referencia kórház, speciális szintézis magától az AO-tól, illetve a szintéztől kapjuk. Hasonló osztószintézisek vannak, de anyagában is folyamatában csak hasonló a műtét. Gyakorlatilag az orvosi tevékenység az előkészületekkel kezdődik, azokban is részt veszünk a pozicionálásban, repozícióban, és akkor utána jön csak a műtét. Minden operatőr saját magának teremti meg ezáltal a feltételeket a műtéthez. Végső soron ez a saját munkáját könnyíti meg, hogyha ő itt van, részt vesz, segít, megcsinálja, beállítja, hogy neki kényelmes. Természetesen tudják a kollégák, de valahogy ezt szoktuk meg már ezen az osztályon, és azt gondolom, így a jó, így a helyes. Délután is műszerből mentem haza, hátul egy fényt láttam, kerékpárral mentem, csattanás után nem emlékszek semmi is. Arra emlékszek, hogy vasárnap reggel itt kérte fel az interjú aztán. Azóta kezelésen vagyok. Lábfejem volt eltörve, lépemet kivették. Intenzív osztályon feküdt és onnan került ide ki további kezelés céljából. Most megkapta a gipszet, ezzel megtanul mankózni és holnap hazamegy. Elestem. Annyit vágyottam. Jöttem haza, jöttek a cicák, és meglepődtem is, a sárkaparagból szandával voltam. És így hanyat vágottam, és ez a törésem meglett. Egy erősen ittas állapotban közterületről hoztak be, szállította be mentő ezt a fiatalembert, aki hát az alkohol szintjét tekintve rendkívül részegnek tekinthető. Ennek megfelelően a viselkedése is ezt példázza, sajnos ez így gyakori. Sérülését tekintve bal oldalon a halánték tájékon szenvedte el üvegtől elmondása szerint egy ilyen vágott jellegű sebzését, amit itt a helyszínen most elláttunk. Egy felületes artéria is sérült, az adott régiót ez látja el. Ez lekötésre került, mert sajnos más megmenteni már ezt nem lehetett, és most röntgenben van, aztán utána reméljük, hogy hamar jön a mentő, és átküldjük detoxikálni szépen őt, hagy pihenjen. Nagyon részeg is volt, nem tudtunk szinte róla semmit. Ahogy mondta, az adatokat az alapján kellett. Nagyon sokszor van úgy, hogy nincs benne a gépbe. Úgy kell bevinni, hogy ismeretlen, sérült, és akkor utána meg vannak a gondok a finanszírozással is. Folyóban mondanám, a útépítésnél semmi jelző nincs, semmi nincs kitéve. Útépítés van, és semmi jelző nincs kitéve. Hogy ott a, hogy folyik az útépítés, jobb erre kell fordulni, semmi, és ott borultunk. Milyen sérüléseket szenvedett, azt tudja? Hogyne, hát a koponya. Koponyám, karom, vállam, a fiam meg nyaki gerinc törés, csak idegen volt.
Én a Debrecen Egyetem orvostudományi karára járok, ott vagyok elsőves hallgató, és most jelenleg itt a megyei kórház traumatológia osztályán végzem a nyári ápolástan gyakorlatomat. Ez egy hónapos gyakorlat, most már a második hetet csinálom. Festés közben 3 méter magas állványzatról zuhant le, valószínűleg betonra, többszörös sérülései vannak, politraumatizációnak hívjuk, és most éppen a röntgenbe készül. Megtörténtek a sebellátások, a karját azt operálni kell műtőbe, de előtte egy életmentő mellkasi csőbevezetés fog nem sokára bekövetkezni, hogyha megvan a röntgenvizsgálat. Bal tüdeje lélegzik, a jobb az most össze van esve, és kiszalad a levegő a bőre alá. Tudom, hogy nagyon fáj egy kicsit, hogy próbálja már meg lemosni ezt a festést. Jó, szerintem... Emlékszik mindenre? Igen. Jó, rendben. Hát, amelyik részen fáj? Ott a lumbális torkán. Itt gerincnél fáj? Nem. Nem, csak itt oldalt? Csak itt, hát, de mozgatnak a kurván elél a... Jelezt, hogy ott érzi, igen, a lumbális. Jó, gerincot fapoldjunk, nem? Kifelé. Jó, itt van lelánulunk. Jó, menjünk az összes, a gerincet tovább. Jó, fejre vigyázzunk, meg van minden. A neurológiák érés az nincs. Hábai nem zsibbadnak? Nem. Nem. Jó, meg tartunk. A jobb lábfeje volt a gép alatt, aztán jövünk. Nyomatás alatt is volt. Lapát mondanak, majd hozzuk, hogyha mozgatáshozunk. Rám esett egy teherautó, ahogy emeltük fel. A bak kicsúszott alóla, és ráesett a bokámra, alászorult, úgy kellett róla leemelni. Ha tud pisilni, akkor azt látnom kell. Akkor a fasi ultrahangkérést, igen. Kontúzió. Az úgy jó lesz, igen. Jó, rendben. Vérgyeletben gondolom. Tenyésztést vettünk, vércsoportja megvan, laborok el vannak, teljesen stabil, tiszta tudatú, gócmentes. A mellkas a PTX sorozat borda jobb oldalon. Azt be fogom csövezni. A has az tapintása negatív, kértem egy hasi UH-t, de nem biztos, hogy hanyat fekve tud, hát majd egy oldalfekvő. Tudom, hogy fáj, mert el van törve a bordája. Tehát ez most sok minden nem látszik, mert a tapintással nézzük meg, hogy a borda közét, mert itt izmok vannak még. Az izmokat szétválasztjuk. A mellkasnak a legalsó része, és azért kell óvatosan menni, mert itt már közel van a rekeszizom is. A vizsgálat megtörtént, a röntgen orvossal megbeszéltek alapján egyértelműen igazolódott a feltételezett diagnózis, tehát a légmell és a traumás vérmell, ezért az azonnali, tehát a sürgősségi sorrendben következő legelső lépés a mellkasi cső bevezetése volt. Ezzel párhuzamosan természetesen elvégeztük a fejsebellátását és a könyöksebnek a fedését. Délutánra tervezzük a nyílt könyök törésének az ellátását műtői körülmények között, de ehhez a mellkas állapotának a rendezése volt szükséges, illetve szükséges még egy ideggyógyászati vizsgálat az agyrázkódás gyanújának a tisztázására, illetve hogy a koponya üregen belül van-e valamilyen életveszélyes lappangó vérzés, ami még most hál' Istennek tünetekkel nem bír, de nem kizárható, hogy későbbiekben előfordulhat ilyen probléma. Mikor történt ez? Szombatina. Szombatina? Uh-huh. Itt érzik? Igen. Jó, akkor tervezzük neki holnap akkor a műtétét, megnézzük nyilván a röntgent, és holnap után, ha rendben van, hazaindultjuk. Jó? Jöttem hazafelé vendégségből. Egy autó jött velem szembe nagy hangerővel.
felém rántott a kormányt, én megijedtem és elvesztettem az eszméletemet. Amikor én felébredtem, akkor már világosan láttam, hogy itt hagytak, és senki nincs a segítségemre. Még másztam egy darabig, akkor jött egy másik autó, próbáltam, hogy megálljon, de az is ott hagyott. Mint kiderült, ez egy borvidék, és feltételezték valószínű, hogy hát egy részeg ember az út szélén. Otthon történt a baleset? Otthon. Persze, a konyhában. A konyhában. Na persze. Konyhában. Az orszán nőtt. Mi volt az ebéd? Mi volt az ebéd? Srátott volt, nővére végzett, nem tendérről, ilyen. És előtte, utána tetszett meglocsolni, ugye? Még és ez lett a következménye. Családkétségbe van esve? Nincsen. Itt a vagy azt mondják, hogy csalámba nem üt a ménykű? Ja, fenéké, semmi bajom nincs. Mindjárt ellátjuk a sérülését. A traumatológiai ügyeleti ellátásnak a legszűkebb keresztmetszete a röntgen ellátás. A mai ügyeletben például 120 beteg fordult meg a röntgen osztályon vizsgálat céljából, csak röntgenre, egyéb vizsgálatokat nem számítva. Ez tartós várakozást jelent, ami hátráltatja a mi munkánkat is. Hosszú az éjszaka. Jelenleg az égési osztályon vagyunk, ugyan nincs égett betegünk, de mivel a baleseti sebészet része vagyunk, így az osztályon elhelyezünk más jellegű sérülteket és akiket valamilyen baleset ért. Kézilabda mérkőzésen megsérült a jobb a... Tessék? Máshol nem sérült egy panaszolja, nincs a fejnyaka, nem sérült? Nem. Úgy pillanatról kérdő. Fölteszi a fejét és a lábakat tudod fölteszi. Valamilyen gyógyszereket szedvenszeresen? Nem. Mikor érett ki a tutójára? Csak fogom. Lazítsam el? Akkor csak akkor fogom tudni helyre tenni, ha el tudja teljesen lazítani. Egyelőre csak fogom, jó? Lehet? És csak tartom, hogy meg ideadja nekem. Ideadja nekem a karját, jó? Ó, nagyon jól csinálja, hogy így teljesen ellazítja. Na, milyen érzés? Egy perc volt hátra a mérkőzésből, amikor úgy gondoltam, hogy be kell állnom még játszani, és egy perccel a vége előtt ment ki a helyéről, azt hittem, hogy már túl lesz. Egyel ment az ellenfél, tehát a végén azt a hírt kaptam, hogy kis kaptunk. Ez történt, de most már sokkal könnyebb. Itt a férfi részlegen most nálunk 20 beteg van, és két cukros beteg van, kétféle menüből választhatnak, A menü és B menü, általában ez a kettő teljesen különböző, amelyik tetszik nekik, azt választják. Diósgyőre Egyesült Traumatológiai Osztály minden reggel 7:30-kor kezdi a konferenciáját, ami konferencia azzal indul, hogy ismertetjük az osztálynak a létszámát, a hazamenő betegeknek a létszámát. Ez ma, augusztus 19-én 113 a létszám, és 21 a tervezett hazamenő beteg. Ugye holnap ünnep van, tehát tervezett felvétel holnapra nincs. A konferenciának a további lépései: a közérdekű bejelentések, amelyek halasztást nem tűrnek, azoknak az ismertetése, ezt követően az elmúlt napi ügyeletvezető és a ügyeletes tím referál az aznap felvett nem sürgősségi és sürgősségi esetekről, ezt az orvosi kar megtekinti,
véleményt alkott, megtudja, hogy milyen ellátást kaptak a sérültek, ezt elfogadja, majd ezt követően pedig ismertetjük a aznapi műtéti összeállítást, műtéti programot, és ezt követően gyakorlatilag a megbeszélésünknek vége, hát de így is sajnos ez 3-4 órát vesz igénybe. Minden nap még egy alkalommal tartunk konferenciát, a nagy vizit után 14 órakor, amikor ugye a digitális archiválás miatt most már nincsenek röntgenfilmek, hanem a betegeknek a röntgenjeit azt tudjuk megtekinteni számítógépen, ahol gyakorlatilag ezek a röntgeneknek a megtekintése az aznapi műtéti programnak a posztoperatív röntgenjeinek a megtekintését végezzük el, illetve összeállítjuk a másnapi műtéti programot.